elgondolkodjon azon, hogy egészségházat kéne építeni. Tessék már nekem megmondani, miből? Több százmillió forint beinvestálásával. Ez a lehetőség adódott, és akkor is elmondtam nagyon sokaknak, mikor itt az első hírek erről elindultak, hogy mi nem támogatunk, nem preferálunk senkit és semmit. És ha valaki ismer, tisztában van vele évtizedek óta, hogy fenntartásaink vannak olyan emberekkel, ami cégcsoportként és háttérként felvető. És ha valaki ismer, ezt tudja. Ezek ellenére azt mondtam, ha valaki nekem ingyen egy egészségházat épít, üzleti vállalkozásként, hogy belevet egy patikát, tegye meg. De azt is mondtam, hogy aki ez ellen van, nyugodtan tegye meg, álljon össze cégként, álljon össze konzorciumba, és valósítsa meg ugyanezt. Könyörgöm, értsék meg, hogy a szükségünk. A Jobbik, bocsánat, és a Lászlónak hogy válaszoljak, mert mégis rokonom volt. Nagyon-nagyon csúnya dolognak tartom azt, amikor megpróbálunk összemosni dolgokat. Én bízom abban, hogy ez az e-mail hozzám is eljut, és bízom abban, hogy amit lehet, hogy nem olvastál fel, az benne lesz. Mondjuk benne lesz az, hogy az a 99 hektár, amit egy magánszemély ugye bevitt ebbe a dologba, ahhoz miköze az önkormányzatnak. Tehát én kezdem azt érezni, hogy itt kezdenek összemosódni dolgok, amik abszolút nem ide valók. Azoktól a magánemberektől és azoktól idézőjelben a kocskoktól kéne megkérdezni ezeket a dolgokat, és nem az önkormányzatnak a közmeghallgatásán feltenni ezt a kérdést, megint azt sugallva, mintha az önkormányzatnak bármiféle köze lenne hozzá. Én ezt a részemről, mert én magamról